A György István Nagykun Múzeum állandó kiállításának tárgyai közül a Kallantyút mutatta be dr. Nagy Molnár Miklós igazgató. A Kallantyút jó részt már csak az idős, földművelő gazdák ismerhetik, a fiatalabbak nem. Ez a kiállításunkban, az állandó kiállításunkban úgy van kiírva, hogy Kallantyú. Ez ennek a hivatalos neve, de tulajdonképpen, amikor kitettük, akkor nekem egyértelmű volt, hogy mi ez, hiszen én néprajzkutató vagyok, meg néhány idős földművelő gazdának egyértelmű, hogy mi ez, de ma már a fiatal korosztály nem tudja, meg nagyon sokan nem tudják, hogy mi ez. Az aratás után használták olyan gabonák lógerbe szállítására, melyeket nem kötötten kezeltek, bogyákba raktak. Ez tulajdonképpen az aratás után használatos eszköz. Ugye az aratáskor vannak olyan gabonák, amelyeket kötötten kezeltek és keresztbe raktak, főképpen ezek a kenyérgabonák. Viszont voltak olyan gabonák, amiket nem kötötten kezeltek, hanem bogjákba raktak, kötetlenül kezeltek, és ezeket a bogjákat sokszor a nagyobb mezővárosokban egy lógernek nevezett területre hordtak be, ahol együtt tárolták, az udvarokra, hiszen tűzveszélyesek lehettek, hanem mindenkinek megvolt a maga bogjája. Na most ezt be kellett valahogy hozni. És mivel kötetlen, benne van a nevében is, nincs lekötve, nincs összekötve, nem kereszteket alkottak, valahogy rá kellett erősíteni a szekérre, de a szekér is egy érdekes jármű volt. A szekér az néhol taligának is hívják, meg bolondkocsinak is hívják. Ugyanis ez nem egy rendes szekér, hanem egy szekérnek az eleje, a szekérnek az első tengelye az egyik, az első tengelye, a hátsó tengelye, az pedig általában a duplája az első tengelynek. És azt, a kettőt, egy petrendszerúd, egy-egy, tehát két petrendszerúd, vagy esetleg középen egy harmadik, kötötte össze a hátsóval. A hátsó tengely levehető volt. Tehát ezzel, amikor megcsinálták a bogját, alátolattak ezekkel a petrendszerúdakkal, megemelték, és akkor rátették a tengelyt. És ezzel szállították be a bogját a lógerbe. Igen ám, de hát menet közben fújhatott a szél, meg le is eshetett. Hát ehhez kellett a rögzítés. Rögzítéshez meg vagy kötelet használtak, de nem volt kötél, akkor sodortak maguknak, és ennek, hogy ráhúzzák a bogját, hátul és elől lekössék, hogy lejöjjön, ezzel a kallantyúval tekerték meg, és így feszítették rá a bogját a szállítóeszközre. Ez a kallantyú.